Sziasztok, ez itt a Bögre 199. adása, és Gamescomról fogunk beszélgetni ma nagyrészt. Szia Ákos! Szia Balázs, azt hittem azzal fogod kezdeni, hogy ez az utolsó adás, amiben még nincs benne Jack <laughs> Nem akartam felhozni, mert Gondoltam, őrülsz Azt örülsznek. hiszed, el akarom súnyogni? Igen. Nem akarom elsúnyogni, nem azért egyeztetek hetek óta Jack black <laughs> hogy elsúnyog. <laughs> Oké. Okay. Jó, hát akkor a 200. adásra ne felejtsetek el ide uh, a frekvenciákra kapcsolni, mert, uh, mert különleges sztár Jack Black fog érkezni. Ez most már biztos. Ákos ígérete. Igen. Oké. Okay. Addig is viszont beszélgessünk a Gamescomról, és ugye nem Gamescomos hírekkel kezdünk, de talán a legnagyobb hír, Ákos, jön az új Witcher játék. Amikor ezt megláttam, biztos voltam benne, hogy ebből nem fog jót alak Nyilván volt egy ilyen kis csalfa vak remény bennem, hogy nem másról van szó, mint mondjuk egy ilyen Thronebreaker-szerű mini Witcher játékról, vagy esetleg annak a folytatásáról. Természetesen nem arról van szó, hanem egy Pokémon Go a Witcher univerzumban. Amennyit lejön az előzetesből. Nem, ez abszolút így van. Százszerzelékosan kimondottam, ez egy Pokémon Go, a, Switch, a, Switch, a Switcher univerzum. Ah, a Switcher. Ah, nem tudom, mennyire jó ötlet egyébként így a pandémia idején arra ösztönözni az embereket, <laughs> hogy menjenek ki minél többen. Nem tudjuk, mikor élnek még meg. Az mondjuk igaz. Addig le elmúlik. Ja, jó. Végéhez 2020, és minden csoda lesz. Igen, jaj, úgy, úgy idézítik pont, hogy amikor mindenki kiszabadul az utcára, akkor iliselik a játékot, és mindenki boldog, mert cél hagyhatja el majd a lakását. Ez egy olyan játék, aminek már kicsit uh, gameplay-t is láthattunk belőle, mármint amennyire hát, beszéltünk a gameplay-ről egy ilyen játék esetében. És uh, igazából ez egy. Mármint engem nem érdekel különösebben, de volt pár része, ami kifejezetten érdekes volt. Egy másodperccel lehetett látni, hogy uh, én legalábbis azt szültem le, hogy rendesen nyomozni kell. Néha. Na. Tehát, hogy van a földön egy kupac és akkor oda kell vinned a telefon, mert nem a valóságban, nem egy virtuális kupac szar, és oda kell a telefonod, és, és így körbe kell forgatnod, és megkeresned a, azokat a point of interesteket, meg nyomokat rajta, amikkel tovább mehetsz. E, legalábbis nekem ez jött le, de ez, ez ilyen fél másodperc volt az egész trélerben, inkább azon volt a lényeg, hogy előttöd egy szörny, és ütögetted a karddal úgyhogy nyomogatod a a, támadás gombot. Ami a unalmas. Meg lehet a hangulata egyébként, hogyha mondjuk kimész a bükbe és az erdőben vadászod a szörnyeket. Nem tudom... Ott jó, a, ott jó a, internet, úgyhogy... Egyrészt másrészt nem tudom, hogy városi környezetben mennyire fogja átadni ezt a vicser. Panelek hangulatot. Között? Ez egy ilyen modern továbbvitel lesz a vicsernek. A vicser napjainkban, a panelek között élő vicser. A köztünk élő vicser. Én már nagyon messze járok, de hirtelen az jutott eszembe, hogy a CD Projekt jóban van Keanu Reeves-szel. Okay. Keanu Reeves jó, jóban van a Konstantinnal, mint IP-vel, mert hogy szerepelt a Konstantin filmben mint Konstantin. Ami egyébként egy modern hmm. ilyen szörnyes paneles témának is felfogható, és hát itt akkor Konstantin videójáték confirmed. Már van Konstantin videójáték. De ezt a CD Projekt a fejleszteni, és a Cyberpunk 2077 után fog készülni. És a mobile készül. Az más kérdés. <laughs> szóval várjuk szeretettel. Én valószínűleg nem fogom felrakni, mert a, a go az néha fenn van, meg így néha belenézegetek, de a, a többi ilyen Jurassic Parkos, meg Walking Dead-es, meg Harry Potteres dolgokat már gyakorlatilag a Harry Potteres felraktam, és így használtam kétszer. Egyébként nekem ehhez több kötődésem lenne, mint a. A Pokémon-hoz, de azt se próbáltam, valószínűleg ezt se fogom. Örülök, hogy van, örülök, hogyha játszanak vele, de hogy így. őszintén hagy. eléggé hidegen, hogy. szomorú. Hát, nyilván most akkor a, a, a Witcher az már egy ilyen brand, és nem ez az utolsó dolog, amit látni fogunk ebben a formában. Hát nem. De azért, hát ha, nem, hát, ha még lesz valami nagyobb duranás is, öm... De amúgy észre kell csinálni, tehát nem Igen. kéne annyira felhigítani e, ezt a címet, hogy akkor most már tényleg mindenkinek kiszervezzük, hogy olyan játékot csináljon, amiért csak akar, mert ebből lehetnek problémák. Reméljük a legjobbakat. A másik dolog, ami viszont tényleg nagy hír volt még a Gamescom előtt, az pedig az, hogy óriási meglepetéssel leleplezték az új Call of Duty-t és óriási meglepetésre az lesz, ami kiszivárgott a Doritos zacskóról a múltkor. Black Ops Cold War, van hozzá cinematic trailer, ami valamennyire gameplay trailer is, és a nyol... hát én, én úgy értelmeztem ez alapján, hogy párhuzamosan fog zajlani a story. Egyrészt a 80-as évek Amerikájában, meg a világán lesz a hidegháború, a kis hidegháború nagy részében, régennel, meg mindennel, és talán párhuzamosan mellette a Vietnám és a 60-as évek is benne lesz. És csak azért gondolom, mert volt egy jelenet, mikor, mikor ott mutattak egy szuronyos Vietnámit futni feléd. Elég sok vietnámi jelenet volt benne egyébként, úgyhogy beért a két vagy talán három éves ö, predikció, mi szerint a Call of Duty Vietnámban fog játszódni. De nem, 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 nem. Ilyen de már... lesz olyan De is... hogy ilyen már volt akkor a Black Ops, a legelső Black Ops Vietnámban játszódott, egy csomó pályája volt Vietnámban. Jó, de... Úgyhogy... No, no, de ez nem, az nem azt így. mondtam, hogy először fogott játszódni, hanem azt mondtam, hogy... Jó, az teljes... Arra utaltál, hogy a vietnámi háborút fogja feldolgozni, ahogy a Battlefield feldolgozza az első világháborút, meg a második. Igen. Ez nem jött be. Engedd el. Jó, azért se jött be, mert azt mondtam, hogy mindkét franchise a vietnámi háborút fogja feldolgozni. Nagyon szeretem a lehetetlen Jóslatokat. De azt add meg, nekem. add meg nekem, hogy egy pálya biztos lesz. Nem. Majd de ne... lesz! Mint ott le, le, lesz pálya, le. nem azt mondom, Miért hogy nem. Azt mondom, hogy a... nem, nem adom meg neked. Jó van, Tehát akkor. Ettől nem... kap -e. Annyit akarsz mondani, vagy a másik részét is akarom A mondani. másik részét is akarom mondani. De azt mondhatod te. Jó, hát ö, igazi 2020-as stílusban a kod Cold, Cold, Cold War-nak tök jó neve, most jöttem rá, hogy igen. Kodvó, Kod Hát kiadtak egy jó kis teaser előzetest, amiben beszéltek a KGB-nak a jó kis módszereiről, és közben bevágtak archív felvételeket arról, hogy mi zajlott egyébként a hidegháborúban, és hát a Kínának nem tetszett az egyik jelenet, ezért cenzúrázták az elég kis előzetest, és ilyen három percesből vagy konkrét számokat nem tudok, de csináltak valami egy perceset, és kb. kivágták a felét mindent, ami a Jelenben létező kommunista rendszereknek bármilyen problémát is okozhatna, azokat így kivágták. Mert hogy nehogy már, nehogy már Kína megharagudjon el. Hát ami ennél is parább, vagyis nyilván tehát, hogy a, a, ami a legnagyobb hangsúlyt kapta, az a Tiananmen téri ö, jelenetek voltak. Ez ugye az a dolog, amiről kínálítja, hogy nem történt meg, illetve ha megtörtént, akkor nem az történt. Tehát ott nem mészároltak le ö, fegyvertelen diákokat, hanem minimum megvédték a hazát. A, a, veszélyes amerikai, amerikai propagandistáktól, akik ak 40 esekkel jöttek. Ez, ez, ebbe az a csoda, hogy ez életem belekerült az első trélerbe. Mert erre, ha valamire, ha valamire harap Kína, az két dolog. Az egyik, az az, hogyha Mici Mackóhoz ha, hasonlítod az elnöküket, aki egyébként úgy néz ki, mint Mici És a másik pedig az, hogyha Tiananmen téri mészállásról beszélsz. Úgyhogy a kínai hallgatóink most kérünk elnézést, mert valószínűleg már lekapcsolták ezt a, ezt a beszélgetést. Hát, hogyha rendszerűek, de nem biztos, hogy azok. Mármint, hogy nem elérhető náluk. Ja. Yeah. Sorry. <laughs> Most így élőben lecsapták ja, a, a Kínában a, a, a kapcsolót. Szóval szóval az a csoda, hogy az Activision, ami ennyire benyalálandóan Kínának, mert hogy az összes nagy cég Amerikában, egyáltalán belekerülhetett ez a dolog, és állítólag azt mondják egyesek, hogy ez ilyen víruspropaganda volt, vagy hogy mondják, ez vírus marketing, vírus marketing volt, és hogy azért rakták bele, hogy aztán kivehessék, hogy aztán uh. körnösen a hír a világot. Őszintén szóval nem hiszem. A kínai kormány annyira, annyira vadul és agresszív és durván reagál minden ilyesmire, hogy szinte nem kockáztatták volna meg szándékosan. Valaki, valaki jóvá és és már ő valószínűleg halakkal vacsorázik. De az benne a fantasztikus, amire egy cikk hívta fel a figyelmet, amikor kirobbant ez a hír, hogy egyébként az a mottoja a játéknak, hogy New York History. Ja, igen. És ezek után Ezt meg is. ott cenzúrázzák, ahol csak tudják, és azt, a, azt az egy százaléknyi hitelességet, amit kommunikálni próbáltak, azt is elvesztették ezzel. Tehát, hogy így nem már hogyha történelmi témájú játékot csinálunk, és tényleg rámegyünk arra, hogy hidegháború, és még verjük is a mellünket, hogy mi milyen hitelesek vagyunk, akkor ne, ne, ne cenzurázzunk már. de ne ilyen formában. Ugyan már, mit vársz tőlük? Jó, Activision, tehát nyilvánvaló volt, hogy ez fog történni, de valamiért olyan naiv vagyok, hogy még mindig meg tudok lepődni azon, hogy, hogy, hogyha egy játék elítéli az elnyomó, embertelen politikai rendszereket, akkor már túl sok politika van benne. A, játék, akkor, a játékban akkor túl sok politika van, hogyha van benne egy női nő, főszereplő, S, vagy csak a, Egy női főszereplő, vagy egy mellékszereplő, nincsenek nagy csöccsei. Ha bármelyik ezek közül benne van, akkor már túl sok politika van a játékban. Szóval így de nem értem, bármint, hogy értem nyilván, meg látom, de hogy olyan abszurd szituációba keverik magukat ezek a, Ez a modern de... löv lövöldék, hogy... hogy annyira durva, hogy ez már nem is, tehát nem is azt mondom, hogy, hogy, hogy ez simán dupla gondol. <laughs> Nagyon ilyen. egyszerűen simán dupla gondol. Csak hogy ők ilyen dupla kommunikában vannak. Tudod, mint amit beszéltünk a Blizzardról, hogy mindenhol megváltoztatták a logójukat ja, besziválvá... Az Azért betes dáról, bocsánat. Ez most éppen nem a Blizzard hibája volt. A, bli a Blizzardnak az volt, hogy kikommunikált, hogy hiszünk a vélemény fontosságában is, hogy mindenki kifejezhesse, amit gondol, kivéve van mert Kínában nem ezt várják el tőlünk. Szóval a, a, másik a Betesda, aki meg lecserélte a logóját mindenhol, kivéve ott, ahol, ahol nem. A szivárványosra. Ahol ez annyira nem fekszik jól az adott kormányzatokkal. Hát, Activision gana Activision. Szomorú. A játék maga úgy jól néz ki, még akár valamennyire feliskeltett az érdeklődésemet annak ellenére, hogy én minden sztori alapú kódra, most már ezt mondom, hogy még érdekes, de úgyse fog játszani vele a büdös életben sem. Annyi, hogy nekem kicsit jobban fekszenek ezek a történelmi kódok, mm -hmm. mint a, a futurisztikusak, meg a meg a modernek. Moderneket is szeretem, amit nem szeretek, az a, az a nagyon futurisztikus, mm -hmm. és a második világháborús. De ami így a kettők között létező kis gyengét hadármesdjén fekszik, azok jöhetnek. Ja, ami még pozitív benyomás volt, az az, hogy az előzetes alapján, és gameplay gameplayt mutattak belőle, úgy tűnik, hogy ez már hajlik az új generáció felé. Ez egy olyan kod, ami, ami jól néz ki ezek alapján, a felvételek alapján. Aztán kérdése, hogy ez valóban kihasználja az új generációt, vagy vagy ugyanolyan szinten marad a kod, csak új generáció. Vagy érted, Aha, hogy mindig igen. csak a generáció felét hozza, de az hozza, hogyha ez lesz az új generációnak a fele, az tök jó. Ha meg végre kihasználja a konzolok lóerreit, akkor rendesen, az is jó. És az állítólag meg fog novemberben. Azt hiszem. Úgyhogy lehet, hogy ez egy nyitó cím lesz. A másik nyitó cím az új konzolokhoz, a Resident Clank lesz, ami szintén ugye Gamescomon jelentették be, hogy az, az most már ott lesz a nyitó címek között. PlayStationön. PlayStation a Halo megállítólag már 22-ben sem jön. Nem, azt mondták, hogy 21-ben biztos kijön. Uh -huh. Jó. Most ezt mondják. Oké. Okay. Nem mondom, hogy ki is fog jönni, de ők hisznek bennem. Lényeg, lényeg, lesz mivel játszani, lesz a Cold és a Resident Clank, más nem is kell. Kivéve a Kínában éltek, mert lehet, hogy akkor ott, ott egyáltalán nem fog oh, meg. Jó, me akkor... megbeszélik ezt. Megbeszélik. Me megbeszélik. Jó vagy. Lesz benne majd egy pálya, ahol, ahol uh, le kell mészárolni a gonosz amerikai. Um, gonosz amerikaiakat, hogy megvédjük a kínai néphadsereget, és akkor minden meg oldva. Végül is. Hát akkor ide áttérnünk a Gamescomra. Nem, de hogy van ideje? No. Jó, hogy van az, az, az a téma. Ja, uh. Ez nekem fontos. Jó, én örülök, mint hogy én tiszteletben tartom. Öt perc múlva folytatjuk a beszélgetést. <laughs> a Steamre felkerültek az IE Games, ugye visszatért Steamra a múltkor, EA játékokkal, IE play -el. Egyébként nézőnk jelezte kommentben, úgyhogy adjunk meg a oda, ahol a kredit jár, hogy az IE Play az már egy ideje, nem tudom mióta, de az ténylegesen átneveztek mindent IE play -re. Megnéztem, tényleg. Tehát most már nincsen Origin Access, Komolyan. meg, meg EA Access, minden IE Play néven fut. Szerintem ez nagyjából két hete lehet így. Látszik, hogy január után nem nyitottam meg az origin -t. De hogy én, én nem emlékszem, hogy mikor például kikerült volna ez a hír, hogy ez jön Steamre, akkor már így nevezték volna. Szóval lehet, hogy nagyon recens ez az átnevezés, de tudjátok, hogy így kell keresni. És mivel ez jön, ezért most kitalálták azt is, hogy a, a játékok. Egyébként ez nem segít azon a problémán, hogy, hogy a én... konferenciájukat is így nevezik. Ezt én. Majd akkor azt is átnevezik, mondjuk az a neve, hogy iox <laughs> hozzáférhetsz a legújabb hírekhez. Yeah. <laughs> szóval a um, Steamre most már egy csomó ilyen játék kapott achievementet. Több mint 1100 achievement jelent meg a... a az, Lesz dolgod. Ö, ja. Ez kb. 20 játék egyébként, szóval nem kell azt gondolni, hogy ez valami óriási nagy szám. Egy, egy játékban általában 50 achievement van, megjelenéskor, főleg a konzol ö, címeknél. Ö, nagyon ritka, hogy annál több legyen, az is ritka, hogy annál kevesebb. De hogy 50, 50 a... Azért, mert a, az Xboxon, sőt, talán még a, a playstation is volt egy ilyen limit, hogy 55 achievementnél nem lehet több egy, egy, alapjátékban, amire aztán nyilván adódtak még rá a különböző dlc -k. De a lényeg a lényeg, hogy 50 achievement, 1000 50-nel az nagyjából 20 játékot jelent, 20 játék kapott achievementet, köztük a Mass Effect-ek, vagy az Andromeda, az mindenképpen, Ebben nem vagyok biztos, hogy a régebbi Mass Effect-ek megkapták-e, ne uh, Need for Speed Heat, amit én tervezek végigjátszani, meg megvenni, nem ebben a sorrendben, és uh, Dead Space talán, szóval, ja, érdemes megnézni, hogy mik azok, amik kaptak, mert uh, ha valaki esmély, mint én, hogy ilyen, ilyen proli, achievement proli, hogy, a, hogy, sokkal szívesebben játszik egy játékkal, hogyha ad achievementeket, akkor most már ö, a, a, lehetőségek meg triplázódtak. Ha már szóba jött az ügy, azt mondd meg nekem, hogy hol van a Mass Effect Remaster, mert ilyen egy szót se ejtettek róla. Tudjuk Azóta hogy, se. tudjuk, hogy készül. Ez tudjuk, hogy Hát félhivatalosan. Aha. Tehát most már egy elég nyilvánvaló, hogy jön. Ö, és a, a Mostani pénzügyi év lezárása előtt jön, tehát még március előtt. Uh -huh. Most, hogy ezt így végig gondoltam, van egy olyan gyanúm, hogy talán idén november 7-én egy bejelentéssel egyszerre meg is jelentették, ja, mert az mert N7, N7 nap. nap, ez minden évben a nagy hivatalos messzefek nap, amikor... amit minden évben leszárnak a... <laughs> nem, csak az utóbbi családban. három évben. Az Andromeda <laughs> után kezdték el leszárni, mikor nem igazán tudnak mit mutatni. Aha. Nem igazán. Tehát még, még az Androméda után névbe be tudták mondani, hogy visszatért Casey Hudson, és már azon gondolkodik, hogy mi legyen a következő Mass Azon túl viszont annyira a korai fázisban vannak, hogy egyszerűen nem tudnak évente mit felhozni, úgyhogy inkább csak ilyen visszatekintések vannak, hogy kinek hogyan változtatta meg az életét a Mass Effect, mindegy is. De most írtam az ütött eszem, hogy ez akár még bele is férhet. Legyen így, be kell jelenteni akkor, hogyha szeretnék, hogy kijöjjön márciusig. Ígyhogy hajrá. Nem érzem azt egyébként, hogy szükség van rá, de mindegy is. Ha csak egy ilyen felbontás meg framerate remaster lesz, a, ilyen félseggel megült remaster, akkor ne jöjjön, akkor fölösleges. Hogyha egy teljes felújítás lesz új motorra, akkor viszont jöjjön. Ezt kizártnak tartom. Ezt tudom, hogy te kizártnak tartod, de a remény hal meg utoljára. Jau akkor várjuk szeretettel. Ha már remasterökről van szó, Na. akkor átérhetünk a Gamescom-nak a Hogy anyagára. Mm, szép volt, szép volt. És az, hogy megkaptuk a... Ezt már megint nem tudom, hogy most, most jelentették ebbe, mert ez is olyan tudod, hogy így... Nem, már nem tudod idő után, hogy, hogy valami információ annyira közkézen, vagy közszájon forog a egy, egy plátyka, hogy mindenki már alapvetőnek veszi, vagy pedig, vagy pedig már benet jelentve. Csak így érintőlegesen és, és, így mellékesen. Talán az, az Age of Empires 3 Definitive Edition bejelentve bejelent egy kb. fél éve. Nem vagyok benne biztos, a lényeg, hogy most már láttunk belőle a gameplayt is, meg uh, tudunk róla több dolgot. Uh, jelesül az, hogy, uh, hogy jön, ez az egyik, a másik pedig, hogy két új civilizáció kerül bele a játékba, ami, egy, ami azért tök jó, hogyha egy Definitive Editionről beszélünk, Uh, szerintem ez, ez, ilyen, ez, ilyen, ez ilyen király dolog, hogy hogy bővítik is a uh -huh. játékot, nem csak kiadják, aztán csókolom. Az egyik az inka civilizációra, az a másik pedig a svéd. És hát várjuk szeretettel, csak én, én, én sose szerettem az Age of Empires 3-at annyira. Pedig csak az a kettőt meg az egyet. Az egyet, mert a kettőt azt nagyon, de a három az valahogy annyira, annyira nem érződött semmilyennek. Pedig játszottam vele, meg is van. Um, hát, ha majd most. Nem tudok erre mit mondani. Remény ha meg utoljára. Ez lesz a cím ennek a podcastnak. <laughs> Én pont annyira fogok ezzel foglalkozni, mint az Age of egy és 2 definitív Edition-jével. Az Age of az a játék, amit én mindig csak vendégségben játszottam, tehát limitált mennyiségben szerintem kb. 6 órán van benne. De nem, de nem azok a legkívánatosabb játékok, amiket csak így tudtál játszani? Ö, valahol igen, de valahol nem is, mert az Age of Mythology, amivel én rengeteget játszottam, és ahhoz meg konkrét nosztalgiám kapcsolódik. Aha. Ezért más. De, de örülök, hogy jön. Jöhetne már a négy is. Gondolom azt is várják az emberek. Arról is kevés a hír. Arról semmi hír nincs Na. a legutóbbi óta. Hát az kevés. De mindenképp jó, hogy most már nem kell mindenféle plekákra meg szóbeszédre hagyatkozni. Hanem konkrétumok is vannak. Hát igen. Aztán, hogy látszik, hogy belerakják a munkát. Ennek örülök. Úgyhogy az, az aki így érdekel, az örülni fog neki. Akit meg nem, az nem. Majd egyszer biztos megveszem, megveszem itt csomagban. Nekem kicsit megölte az Age of Empires... Szeretetemet az a tény, mikor pár éve rájöttem, hogy ez igazából egy, egy ilyen hot-kies, gyorsan kattingatos starcraft -es. starcraft <laughs> jellegű játék, amit hogyha valaki rendesen játszik, akkor úgy játszik. Ha. És ez ez nekem már valahogy nem ebbe az irányba ment el a, 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 a preferenciám. Úgyhogy én annyira már nem is, nem is játszom Age of 1-2-vel ez pedig, hát majd megnézzük, ha úgy lesz. De, de, tudjátok, hogy jön, és hogyha esetleg szeretnétek, akkor, akkor megengedjük, hogy megvegyétek. Milyen <laughs> kegyesek vagyunk. Ami viszont kicsit feltornázta a pulzusomat és lelkesedéssel töltötte, az nem volt más, mint hogy végre bejelentették, hogy mikor jön a Doom eternal -nek az első kiegészítője. Már nagyon régóta várja ezt a közösség, mert hogy a vírus eléggé betett a Doom Eternal fejlesztésének, egy csomó olyan feature, amit beígértek megjelenés utána, az még mindig hiányzik, mint például az Invasion mód, amit mondtam, ez a Dark Souls típusú játékmód, hogy megszállhatod másoknak a kampányát démonként, és kicsit felfájásra okozhatsz nekik. Ezt én azóta is várom, ezt azóta is halogatják, de azt mondják, hogy idővel meg fog érkezni, mert a, a Battle mód az annyira nem nyerte el a tetszésemet, Valószínűleg azért sem, mert egyetlen egy meccset tudtam játszani, és ott is egy ilyen száz szinten magasabb <laughs> Slayerrel dobott össze a rendszer, úgyhogy esélyem se volt. Mindegy is. A kiegészítő, ami október, 20 október 20-án jön, és a The Ancient Gods Part 1 nevet kapta, az egy single player kiegészítő lesz. Valószínűleg lesznek mellette mindenféle skinek meg pályák a, a, a battle mode módhoz is, de alapvetően egy single player fókuszú. És úgy látszik, hogy olyan nyire tovább akarják vinni a sztorit, hogy nem csak két ö, önmagának való ö, kiegészítőt adnak, hanem össze fog függni. A, a két kiegészítő és kiad egy nagy sztorit, ami nem előzmény, nem utózmány, nem középmény, hanem folytatás. Középmény. Ami végül is utá, ut, utózmány. Középmény. Ugyan, igen. Hát, hogy így. A, tudod, mi volt, miben volt középmény? Tudom, az Star Warsban. Volt minden is. De nem. a középmény a rogue van. Jó, abban lehet, de hogy, hogyha a játékokon belül maradjunk, akkor a Deus Ex Human Revolutionnek volt egy olyan kiegészítője, ami a fináli elé tűzött be egy küldetést. És tudod, így beraktak egy konténerre, Aha. egy hajón volt igen. a küldetés, visszamezték a konténerbe, és hogyha mi se történt van, anélkül is működött a sztori. De nem ilyen lesz, hanem Doom Eternal storia után játszódik. És nagyon várom, mert úgy néz ki, hogy ez még az alapjátéknál is sokkal nehezebb lesz, és hoznak új démonokat. Jéj! Az új démonok mindig öröm. Ugye? Szerintem igen. Na most egy érdekes bejelentés is történt itt a Gamescom-on. Azért érdekes, mert kíváncsi a véleményedre. Az, hogy jön az új Medal of Honor, és az a cím, hogy Uh, beyond and Above. Above and, uh, and Beyond. Uh, whatever. Above and Beyond. És uh, visszatér a Medal of Honor a második világháborúba, ahol mindig, ahol mindig is való volt. A csavar az egészben az, hogy ez egy VR játék lesz. Viszont láthattunk bele a gameplayt, rendes, nem csak cinematik volt, azt hittem csak az lesz a, a, a videó cím alapján. De nem, rendes gameplay volt benne. Úgyhogy uh, mit gondolsz erről? Megnézted? belenéztem, kicsit elvesztettem a lelkesedésemet, mikor megláttam, hogy VR lesz. Ami érdekes, mert alapvetően én nem feltétlen várom vagy vágyom a medálfonornak a visszatérését, mert nem nagyon van rá szükség. Rengeteg FPS van, single player, multiplayer is, háborúban játszódó is, mert hogy most már így, hogy kifejlődött az indie piac, így kitermelte a maga nagyon ambiciózus háborús, első meg második világháborús FPS játékait, úgyhogy nincs ezekben hiány. Ezért nem hiszem, hogy szükség van egy AAA minőségű második világháborúsra, így, hogy nemrég még battlefield is, meg emellett ott van a Hell Let Loose, ami egy, egy indie feldolgozása a háborúnak. Postscriptum. Ők csinálják? Nem. Vagy az, az, egy, is egy, az játék? egy, másik, az egy első világháborús indie Na. játék. Szóval, ja, vannak ilyen játékok, az, hogy VR, az már egy egészen más kérdés, és ez pozitív, mert végül is egy brendel, egy létező, régóta parlagon lévő brendel próbálod kicsit boostolni a VR-t, és, 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 tényleg húzó címet kiadni rá, olyat, amire felfigyelnek az emberek, és a gameplay lézetes alapján egyébként jónak is tűnik. Azért érdekes ez a játék, mert uh, nekem tetszett. Ezt teljesen nem, nem fogom vitatni. Hogy... A, a, azt látod, hogy ki csinálja? Na. A Respawn. Ja igen, tényleg. A Respawn csinálja, és nem ezért tetszett, hanem emellett tetszett. Uh, valahogy amúgy, oké, okay, tehát maga a grafika az nem volt a VR legszebb dolga, meg a karakterek is picit furák voltak. Uh, gondolom a VR-nak a, a, a alapból magas igen, a gépigénye miatt, meg a limitációi miatt, de hogy ezen túl a gameplay, meg az egész Koncepció az olyan volt, amit nem gyakran láthatunk. Nekem úgy tűnt, hogy ez egy, ez egy ilyen kémes, lőrezisztanszos, beépülős, beszivárgós küldetéses dolog. Ezt nyilván sokat lövünk benne, de mint hogyha lenne majd olyan része, is, mikor így, így be, kell, be kell épülni a... a, a mit tudom én, egy kúriának a személyzete közé, uh -huh. és akkor onnan kell a nácikat elintézni. És nagyon-nagyon komoly aló-álló flashbackjeim voltak, úgyhogy nagyon remélem, hogy találkozunk Renével, a csapossal, meg a, a bár tulajdonossal. Ezt a referenciát, aki érti, annak gratulálok, aki meg nem, az írja föl magának a megnézendő sorozatok listájára az aló-állót. Jó. <laughs> Már fel is írtam. Egyetlen probléma van ezzel az egészen. Szóval minden szép és jó. Minőségének tűnik. Húzócél a VR-ra, de exkluzív. Méghozzá Oculus Rift exkluzív. És hogyha ezt összetesszük a múlt heti hírrel, hmm. azzal, hogy a Hitman 3 meg nagyon úgy néz ki, hogy PS ja, VR van. exkluzív lesz, akkor a, a, már ott járunk, hogy a VR piac is végtelenül szegmentált. És hogyha valamire most nagyon nincs szüksége a VR piacnak, az az, hogy szegmentált legyen. Mert még most is nagyon ö, korai technológia, arra van szüksége, hogy minél több háztartásba eljusson. És minél több háztartásba akkor tud eljutni, hogyha nagy a, VR, a minőségi VR játék felhozata, és nem mindenkinek. Uh, napestig bicébörezni kell, mert az az egyetlen jó játék járom, meg Half-Life hát Én most láttam, hogy jöttek uh, egyéb trélerek, amik a, a VR-hoz kapcsolódnak, azokat viszont kippelgettem. Oh. Összínű szóval az összes közön, amit láttam, ez az első, amelyik, amelyik így, az elégszer -el együtt. Ez az első, valamiért. Tudom, múltkor mutat, hogy furán működök, de most ez megint egy bizonyíték ne. rá, hogy az összes VR tartalom közül, amit eddig láttam, ez az egyik, ami a legjobban tetszett, és amiért ami, ami, sajnálom, hogy nincsen ilyen cuccom. Azt hittem, azért mondod a múlt heti hírparát, mert ugyan nem beszéltünk róla, mert elég határmesdje, viszont a múlt héten jobb, robbant a hír, hogy a, a, az Oculus uh, uh, használatához szükség lesz Facebook bejelentkezésre és Facebook fiókra. Ó, oh, nagyon jó. <laughs> <síns> és ez nyilván sokaknak kivet a biztosítékot, egy újabb módja annak, hogy elidegenítsék az embereket. Jéj! <síns> nem, én csak simán emiatt gondoltam, hogy nem lesz jó, mert még, még, még a konzolok esetén hagyján, mert hogy Amerikában van annyi pénzük az embereknek, hogy megvegyenek két konzolt, de két VR -e nem lesz a sajtósokon kívül <síns> senkinek, és az Oculus is jobban járna, hogyha most úgy pénzelni a játékokat, hogy más platformra is megjelenjen, de valami bónusz van Oculuson, valamiért megéri Oculuson megvenni, de ezzel szerintem nagyon rosszul járnak, hogy fizetnek a technológia fejlesztésére, a termékek legyártásáért, az exkluzív címekért ki annak egy stúdiónak egy csomó pénzt, és hatalmas rizikó van benne, hogy ettől függetlenül senki nem fogja megvenni a, a riftet, vagy nem fogják elegen megvenni ahhoz, hogy megtérjön ez a sokféle f... befektetés. Ha viszont azzal törődne az egész VR piac, hogy a minőségi címeket adják ki minden platformra, akkor lenne egy jó nagy pool, amiből meríteni lehetne a játékokat, és jobban ösztönözni az embereket a headsetek vásárlása is. és akkor az Oculus mondhatná, hogy oké, okay, a Vive-on is elérhetők ezek a játékok, meg mit tudom én a, a Valve Indexen, Viszont az Oculus Rift az olcsóbb, vagy ez egy más kategória. Tehát próbáljunk már más irányt találni a közönség becsalogatására, mint az exkluzív címe, mert így hosszú távon nagyon durván lábon lövik magukat. Nem lövik lábon magukat, mármint lábon lőhetik magukat, jelen esetben azért, mert a VR eszközöknél valóban nem létez, nem, nem a világ legjobb taktikájának tűnik ez, mert amíg az működik, hogy, hogy, hogy az Epic bevásárol, az működhet, hogy ő exkluzívokat hoz PC-re, mert hogy nem kell hozzá nagy belépési küszöb. Egy Epic, Epic Store-nak a felinstalálása, az Igen. nem egy nagy küszöb. Az viszont, hogy megvegyél még egy headsetet, az más. Az ebből, hogy a vr sok úgy néznek a piacra, hogy minden konzolgyártó és minden ilyen új belépő ever, hogy csak kicsi pénzt, vagy beletolok most végtelen pénzt, azért, hogy ami, hogy ezzel kivéreztetem az ellenségemet, vagy az ellenfeleimet, és aztán kivehessen belőle a végtelen pénzt. Úgyhogy most mindenki arra játszik, hogy beletolja a végtelen pénzt, és megpróbálja kivéreztetni a másikat. És akkor utána meg, ő meg örül, aki nyert. Hát aztán majd három év múlva néz a Playstation, hogy a Playstation VR arra a mint a Playstation Move. <laughs> Na de mindegy, és majd ez idővel kiderül. De várjuk szeretettel a Medal of, Medal of Honor Above and valószínűleg soha nem fogunk vele játszani. Igen, ez sajnos valószínű. <laughs> Jó, a következő az egy ilyen nagyon VTF dolog volt. Ja igen, tudatok kell, hogy a mostani Gamescomot én nem néztem végig, egyrészt. Másrészt még tart. Még tart. Az ilyen hát, három napos ilyen. Jó, na, az... Csak a nagy nyitó esemény volt az, amin, amire elhozták a bejelentést. Harmadrészt utólag sem néztem meg az összes trélert. t uh, Egyszerűen csak végpörgettem, és ami felkeltett az érdeklődésemet mert abba belenéztem. Szóval lehet, hogy kihagytam pár érdekeset, de, de voltak ilyen űrös játékok, meg horrorok, amiket <haz> így át is ugrottam mert Belenéztem, beletekertem, és, és nem láttam semmi extrát, ami most jelenleg érdekelne. Úgyhogy... Uh, Amiket kiemelek, azok mind vagy nagyon érdekesek, vagy VTF-ek. És akkor ez az egy ilyen VTF volt, hogy jön a Bridge Simulator. <laughs> hívják? Bridge Constructor, The Walking Dead. Én nem tudom, hogy ki felelős a Walking Dead franchise-nak a jogaiért, de hogy az mindenkinek odaadja, aki össze tud rakni két uh, párcikát egymás mellé. Attól függetlenül, hogy mi, mi, mi megy a franchise és mi nem, Walking Dead az mindenben benne van. Most már mondhatjuk ezt. Ami nagyon érdekes egy olyan franchise-ra, aminek annyi a megkülönböztető jellege, hogy zombi. Tehát, hogy nincs. Nem, no, Ni, Emlékszel, beszéltünk egyszer a franchise recognitionről. Hogy mitől lesz egy franchise igen, különleges? Igen, igen. És a Walking Dead egy olyan franchise, ami. ami semmitől nem különleges. Ami de a, karakterek... a hogy soha nem akar véget érni. De akkor a Dallas is lehetett volna, a barátok közt eh, fontos franchise, de hogyha kiveszed a karaktereket a Walking Dead világából, akkor nem marad benne semmi igazából. Egy, egy box standard eh, post zombi világ. Igen. Na mindegy. Uh, ugye ezt, 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 ezt uh... Most, aki esetleg nem volt itt velünk a három vagy valányéve. éve, hasonlítok össze mondjuk a Star Wars-szal. Kiveszed a Star Wars-ból a karaktereket, és még mindig marad benne egy csomó olyan elkülönítő és különlegesé tévő koncepció, ami miatt Star Wars a Star Wars marad. Ugyanez igaz, szerintem a Gyurükurára, a Harry Potter, az összes nagy franchise ra igaz, a Walking Dead, az meg. az meg. Ez egy érdekes dolog. Minden esetre jön, a, jön ez a játék, és. <laughs> fenn van a Steam oldala, tehát már van Steam oldala, úgy, hogy még nem, hogy nem volt belőle gameplay, de még egy rohat cinematic trailer sem volt, hanem leforgattak egy ilyen pár perces rövid filmet egy csávóval, aki a Walking Dead világában bemegy egy elhagyott gyárépületbe, és elkezd fülesse játszani a Bridge Simulatorrel, és jönnek a zombik, és megeszik. És a Steam oldalán ez a, videó van berakva, mint, mint, mint videó, és a, a, screenshotok helyett meg be van rakva ilyen forgatáson így készült képek a csávóról, és oda van írva, hogy not, no, real grafik, vagy valami ilyen nagyon törtangolsággal van oda írva, és, és wow. Nem tudom elképzelni, hogy itt mi fog történni. Nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy tehették meg, mert hogy a Steamnek a felhasználási feltételeibe benne van, hogy most már nagyon túlságosan manipulált uh, screenshotot se lehet betenni, tehát az, hogy a játék játékon belül készült, azt lehet rakni. ha a játékon belül készült, és photoshopoltál rajta még 5 órát, az már nagyon necces, azt már nem igazán szeretik engedni újabban, hogy olyanokat feltöltsél, mert manipulatív. Hát úgy látszik elég ráírni, hogy ez végül is egy valódi fotó, csak nem a játékból, hanem a forgatásról. Mindenféle szempontból érdekes ez a játék. A Bridge Constructor kicsit olyan már, mint a Monopoly, <laughs> hogy ők is mindenféle franchise megpróbálnak felvásárolni. De mindenfajta random franchise-ot, tehát még csak olyan is nem is illik hozzá. Nem az, hogy, hogy a Star Wars-ban építesz egy, egy hidat, ami birodalmi híd, ha. hanem az, hogy a Portal 2. Na mondjuk a portál 2-t pont azért akartam felhozni, mert ott még a portálokkal lehet is úgy <coughs> játszani, hogy érdekes mechanikákat csinálnak belőle. A Walking talán az lesz az érdekessége, hogy a rosszak oldalán állsz, elvégre biztos majd olyan hidakat kell építeni, amin át tud menni egy zombi horda. Aha. Vagy mit tudom én? B mm -hmm. Jó várjuk, Volt, várjuk Ez az igazi plot twist, itt gyenge hidakat kell építeni, hogy a zombik rámenjenek és leszakadjon alattuk. Az mondjuk nem nagy kihívás. Volt mert hogy ó oh, ne, ez a híd túl jó lett. <laughs> Megoldják. Oké. Okay. A állítják a bridge Constructor. Nem, nem tudod mit? nem várom szeretettel. Ez baromság. Utána a Walking dead és utána mindent, ami Walking Dead, mert egy hülyeség. És a sorozat is szar. És a képregény biztos nagyon jó képregényes standardokkal, de ha átlakjuk egy igazi médiumba, akkor elvérzik, ahogy láthattuk. És ezzel megsértettem legalább ötfajta embert most. Semmi baj. Engem nem. Oh no! Pedig hát ez lett volna a lényeg. Uh, Viszont akkor hozzátenném, hogy ugyanolyan nem létező franchise, mint a Mass Effect. És akkor most már te is benne <laughs> uh, Viszont ennek... Uh, hú, itt most nagyon jó átvezetőm van. hogy uh, Hogy... Az a jó átvezető ismerve, hogy hosszan kell gondolkodni rajta. Nem, jó lenne, csak nem az van írva sorban. És hát, már nem szóra, akarom így. átírni, úgyhogy hát, hagyjuk az átvezetőt. A, beszéljünk az Evil Genius-ről, amiről annyi a hír, az Evil Genius 2-ről, hogy késik, 2021 első felében fog megjelenni. Ami szomorú, de érthető. Most így igazából minden, mindennek keresztbe tett itt a, ebben a ebben a piaci piaci hogy mondják ezt, a piac szereplőinek mindenkinek keresztbe tett a, a, koronavírus para, ahogy mindenki másnak is. A uh, azoknak, akik, akik, megvásárolták az arcmaszkokat előtte három héttel, és uh, 300 forint, és elkezdték 15 ezerért árulni Valterán, mert ők az élet császárai. Uh, minden esetre késik az Evil Genius 2, nem is baj, most kicsit, ugye ez nem, hogy túl sok minden jön egyszerre. Az is 21 elején fog jönni, ahogy amúgy minden más, ami nem most jön. Hát amíg el nem tolják 21 elejéről, mert még mindig tart a vírő. Jó, de most nem azért van eltöbb, hogy hát akkor a vége lesz, hanem azért, mert hogy... Jó, nyilván addig is dolgoznak rajta. Igen, tovább, tovább kell dolgozni így rajta a megváltozott körülményeknek köszönhetően. Na, innen vezesd át. Valami viszont nem változik, ez pedig az, hogy Balázs imádja a LEGO Skywalker szágát várni. Really? Nem. A várakozás nem annyira megy, inkább már a megjelenés legyen, jöjjön. Szinten szóval nem vagyok lenyűgözve attól, amit ma láttunk. Na, no, hát akkor ez viszont plot twist. Minimális. Nagyon vártam, most is nagyon várom, de most így volt belőle végre egy gameplay tra trailer a LEGO Skywalker szagáról, és most már látom, hogy hogy fog ez működni, és ez nem lesz annyira forradalmi, mint amennyire előadták. Hát Tehát hát... volt a nagy előadás, hogy az egész újraírtuk az alapjaitól, nem. Pont ugyanúgy működik, hogy az a LEGO játékok mostanában. Csak a LEGO játékok evolúciója az volt, hogy a 2D oldalas nézetből szépen átment 3D-be, és már egy csomó játék volt, ahol konkrétan ez a mögöttes kamera, har harmadik nézetű kamera volt. Ennek egy logikus evolúciós lépcsőfoka lesz a Skywalker szaga. Semmi nagy forradalmi megfejtés viszik tovább. Borzasztó Jenkinek tűnik ez a megoldás egyébként, de hát ha működni fog. szomorú vagyok, nem szeretném, hogyha a Skywalker szaga precedens teremtene, és ezen túl a kiadók a hype kedvéért hazudnának a játékokról megjelenés előtt, mert hát ilyenre még nem nagyon volt példa. <laughs> de vár, nem hazudnak, nem hazudnak, csak... Uh... Hát túloznak. Amit mondtak, az mind igaz. Igen, teljesen más lesz a nézőpont, de közben meg nem is, mert már az alap LEGO Star wars voltak olyanok, hogy a karakter hátul mögé került a kamera, mert egyszerűen úgy volt a pálya kialakítva, hogy, 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 így ment. Tehát csak most az egész játék így van felépítve. Ettől függetlenül még mindig ott van az, hogy lehet utazni a galaxisban, jadi, jadi, de benne lesz jédó, úgyhogy... Már megírja a 60 eurós belépő <laughs> és majd jön a Mandalori DLC, az lesz majd. Haj, de jó lesz. Az lesz majd az igazi. Vagy, ja. Ja, most amúgy nem tudom, ez mit dolgoz fel, mert azt hiszem, hogy csak a kilenc filmet, de mint a Rogue one is lett volna benne jelenet, vagy content. Oh Én -oh. Most már nem vagyok biztos, a szóló az valószínűleg nem, de a Rogue van az nagyon szeretett dolog. Most néztük újra egyébként, és nagyon jó. É és uh várom, meg tök jól, meg láthattuk, a, hogy lesznek boss harcok, természetesen Grievous ellen például, a Kenobi-val, meg a, meg, a, meg vicces is lesz, hogy Pápatin, amikor láttad egyáltalán? Nem. az van, hogy a végén, a végén mondja, mondja Luke, hogy I am a Jedi, like my father before, és eldobja a fénykardot, amit, amit, amit ami, ami teljesen rendben van, de hogyha egy másik filmben dobja el a fénykardot, akkor az már no go homi. Na mindegy. Ö, és erre mondja, erre mondja a pápatin, hogy so be it, Jedi. És akkor a filmben előveszi a a, a, a villámjait, és jól megszólja yeah. vele. És itt pedig előveszi a villámjait, ami a legóban úgy van, hogy tart két ilyen kis, kis eszközt, ami ilyen villámszerű, mm -hmm. és előveszi, és akkor rájuk irányítja, és Luke meg csak így áll, hogy van és, és utána megpróbálja megdobni vele Palpatine az egyikkel, és nem tudod egy eldobni. És Luke meg egy néző, hogy lepattog, és aztán utána végül megvilámozza rendesen. De hogy vicces. Ez vicces. Elmondva lehet, hogy nem, de nézzétek meg, Ákos ide bevágja ezt a trélet, és ah, mindenki. <laughs> csak hogy demonetizálják ezt a videót, csak azért. A, tovább, a következő hírünk érse kell elhagynunk a messzi messzi galaxist, ja, hogy mert hogy... A szóval, jó. Mert mit akarsz még erről mondani? Nem tudom. Te várod? Ugye? Ja, hogy az, hogy csúszik mondjuk. Mofo. Hát ezt már mondtad múlt héten. De múlt héten még nem csúszott. Akkor múlt hét előtt. Mondtak? Valamikor mondta. de egyébként rajta kívül senkit nem érdekel. Szerintem nem mondtuk. Jó, akkor most elmondjuk. Csúszik a LEGO Star Wars Skywalker <laughs> szaga, 2021-re, ahogy az Evil Genius és minden más csúszik, kivéve a Cyberpunk 2077-et, mert az ez már három éve, éve csúszik folyamatosan. Oké. Okay. Akkor most már mehetünk az átvezetőddel. Sims 4 Star Wars kiegészítőt kap. Közvetlenül azelőtt, hogy jövőre a Sims 4 Witcher kiegészítőt fog kapni. Ami nyilván nem igaz, de a mobiljátéknak tök jó. Hát nem tök jó, hanem természetes evolúciója lenne, hogy egy idő után kiküt a Sims 4-ben is. Mindig elgondolkozom az ilyen kooperációk kapcsán, hogy ki fizethetett a másiknak. Tehát, hogy a Sims és az EA Uh, ment a, a Disneyhez, hogy engedjétek meg ennyi meg ennyi pénzért, vagy valami ilyesmi, hogy, uh, hogy csinálhassunk Star Wars contentet a Simsnek, hogy a Sims jobban menjen, vagy pedig a Disney ment az IE-hez, hogy csináltok már egy szíves Star Wars contentet a Simsnek, hogy a Star Wars népszerűbb legyen. Mert mind a kettő fura feltételezés, de szerintem ebben az esetben a Disney pakolt le elegáns mennyiségű pénzt. Eh. És ezt tudod, miért gondolom? Na. Azért, mert az a címe ennek a paknak, hogy meg fog jelenni, hogy Journey to Batu. Ez az a Disneylandes. Ez az a disneyland az a Disney a Galaxy's Tehát Edge. nem az van, uh -huh. hogy, hogy ismert helyekre ellátogathatsz, hanem gyakorlatilag ez egy nagy reklám lesz a, a Galaxy's Edge-nek, ami a, ami a Star Wars vidám park. De közben meg nem kellett szerintem sokat tárgyalni erről, mert hogy az ilyen már régóta ott vannak a Star Wars-nak a Jó, hát az játékos jogait, ez kérdés. egy könnyű volt. Igazából csoda, hogy még csak most jutottak el odáig, mert ez nagyjából az első évben is megcsinálhatta volna az IE, mikor megkapták a jogokat. Már most is van pár content, ilyen ingyenes contentek kerültek bele, például benne van bébi oda, lerakható szoborként. Oh benne vannak Darth Vader, Leia, hmm. um, X-Wing ruhák benne, csak most most minden is belekerül. És azért is gondolom amúgy, hogy most ez a, a Disney szerette volna, mert hogyha elgondolom, hogy a, hogy melyik a valószínűbb, hogy a, a Sims 4-be behúzni Star Wars rajongókat, vagy a Sims rajongókat behúzni a Star Wars-ba, akkor én inkább utóbbit gondolnám valószínűnek. Hogy, hogy, inkább azt szeretnék, hogy az amúgy is játszó emberek, akik nincsenek megszólítva, mert mondjuk lányok, esetleg, akkor, uh, akkor az, uh, azok, azok meg legyenek most szólítva. Kérdés, hogy ez megszólítja, ez, ez viszont már ilyen marketinges ja. dolog. Na, érdekes, mindenképpen érdekes. Nagyon sok kontent lesz benne, az látszik, lehet különböző fajú lényekkel lenni, uh, mindenfajta új tárgyak kerülnek bele, uh, utazni lehet x árnyún, millennium falkonon. Falconon, minden is lesz, minden is. Fénykardozni lehet, őrület lesz. És ti is jól jártatok, mert még a 199. adásban is tudunk rekordokat döntögetni. Például ez volt az első alkalom, hogy, hogy egyszerre összefüggésében ilyen sokat beszéltünk a Sims 4-ről. <laughs> Eddig mindig úgy lepült el a fejünk fölött, hogy jön az új Sims kiegészítő, mintha nem lenne holnap. Igen. De most, most megszólítottak minket, na, látod, látod Álkoz, erről beszélek. Jó, és akkor, Működik. És akkor te most vagy feltelepítesz a Sims 4-et, vagy elmész a Disneylandbe? Feltelepítem a Sims 4-et, és ott, a, ott, így gyerjed bennem a vágy, hogy elmegyek a Disneylandbe. Így a pandémia idején. Na, tök jó. Most hallottátok itt először újabb rekord, két perccel az előző után. Aztán nem tudod, mit a rekord, de nem Mindegy, van, nem érdekel. Miért földkű? Az inkább. Balázs hamarabb megy el a Sims miatt a Galaxy's Edge-be, mint hogy a Paradox menne és akkor most wow, az összes, ez egy, ez az egy összes rajongódat ne, de, de, ne, megsértetted. I... Nem érdekel. Nem erről volt szó. Most bele a csapdába bele, bele csaltál hát, a csapdába. mert nem hallgattál a Agbar a Admirálisra. Viszont... <laughs> <laughs> ő megmondta neki Viszont, tehát arra nulla esély van. Én amúgy nagyon szívesen elmennék a Batura, a Batu rendszerbe, csak uh, az mondjuk ilyen félmillió forint lenne. A paradoxon meg 50 ezer. <laughs> És még így is hamarabb elmész. De nem a megyek batira. hamarabb, mert egyikbe sem megyek, mert fucking világvírus van, világjárvány, nemhogy, nem, hogy, nem hogy a, a másik kontinensre nem megyek, egy másik országba, a városban nem megyünk. De engem nem érdekelnek a kifogásaid. Meg az hogy hova mész. Csak hogy számot kell vetned a hallgatóiddal. A... Akivel a Star sztáv... Már érzed? <laughs> akit hogy esetleg, mert a Star Wars óta kevés dologban látni, az, az, egy videojátékban fog feltűnni. Gyönyörű volt. <laughs> Daisy Ridley, aki rét játszotta a, a Csillagok háborúja 7., 8., 9. epizódjában, az uh, most nem rét fogja játszani hanem valaki mást. Wow. A emlékszel az az Annapurna Interaktív által gondozásban lévő játékra, aminek az a címe, hogy Twelve Minutes. És a tavalyi három volt az első trailer róla? A, a emlékén vannak arról, hogy egy szobát nézünk felülnézett. Igen, pont ez történik, és erősen uh, utal rá a játéknak a trélerre, hogy itt valami time loopról van Aha. szó. Uh, időhurokról van szó, és ez is történik. Uh, egy ember kerül időhurokba, és ez lesz a játéknak a, hát a premisszája. És most lerántottak a, a leplet a szereplőkről is. Három karakter lesz, három hang fog beszélni velünk a játék során. Az egyik Daisy Ridley lesz, a másik uh, James McAvoy. Nem nézzél így rám, én tudom kicsoda. Csak hogy nem akár. Most kell azt mondani, hogy... Azt a minden. Na igen, szóval nem akár, hogy meg kell, volna, és a harmadik pedig William Dufo Willem. Willem Defoe. Jól írtam le. Jól írtad le, nagyon ügyes vagy. Ezzel kapcsolatban két dolog merült fel bennem. Az egyik az, hogy uh, emlékszel arra a PlayStation talán VR horror játékra, amit Elá Wooddal reklámoztak? Szintén. Valószínűleg ugyanazon az e 3 on az Az a vagy az játék. Ja. Egy korábbi. Tudsz róla bármit? Azt hiszem megjelent szóval nem tudsz róla semmit, én sem tudok róla semmit, tehát a hollywoodi hírességet hozzácsapjuk a játékhoz, nem feltétlen jelent semmit, így előjáróban. Másrészt meg, emlékszel arra, hogy a Destiny 2-ben a szinkronhangja az egyik robotkának Peter Dinklage volt? Igen. Akit aztán talán fél évvel vagy egy évvel később le kellett cserélni Nolan Northra, mert rájöttek, hogy attól még, hogy valaki híres, állistás színész, nem feltétlen jó szinkron színész, vagy ha még jó is, nem feltétlen az, amire szüksége van a játéknak. Most nem vagy negatív? Nem vagyok negatív, én csak el elmondom a dolgokat, amik eszembe jutottak. De miért nem jut az a eszedbe, hogy mondjuk a, 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 pozitív példák, mert abból is van rengeteg, hogy egy, egy hollywoodi színész milyen emlékezetes szerepet nyújtott egy adott számítógépes játékban. Arra gondolsz, mikor Mark Hemel megjelent a Star Citizenben. <laughs> Meg Mark Strong. Állítólag. Állítólag Meg... megjelenik. Nem tudhatjuk. De például a, a Susan Szerendon benne van a Design 2 ben Valóban. A, van az az őrült nő, a, még a játék elején egy őrült öreg nő. Uh -huh. Na ő az. Susan Sarandon. De látod, hogy ha, ha jó játék, akkor nem kell azzal reklámozni, hogy benne van a híresség. Mert én ezt soha nem tudtam. É, jó, akkor egy filmet se kell hogy benne vannak a hírességek, mert hogyha jó a film, akkor, akkor nem számít. Mégis, mégis, ott kiírogatják, hogy Robert Pattinson! egészen más példa. Denzel Washington! Egészen más példa. És Elijah Wood. What? 2023 legnagyobb filmje. Három férfi. Egy kutya. <gül> <gül> egy feladatuk volt hogy vigyázzanak a kutyára, és most, az éljenek érkezésekor folytatják ezt a feladatot. Most piccselsz azon a purnának? <laughs> Ilázsa <pícselek>. Ja, jó. <laughs> Három férfi, egy kutya. Kétszer a mozdulóban. Nagyon tetszik az ötletet, tartsd meg jövő étre Jack Blacknek. <laughs> Oh, mit kellett volna mondani? <laughs> meg fog sértődni. Mindegy, uh, oké, okay, akkor nem várjuk szeretettel, rohadjon meg az Anna Purna mindig... <laughs> Nem, együtt. az biztos jó lesz, meg nagyon művészi lesz, meg várjuk szeretettel, hogy ezeket a hírességeket Time Loop. Az mindig érdekes. Mindig. Na. Cs -cs -cs. Nem mondok semmit. És egy játék van, amit még én ki akartam emelni, ebből az egész uh, katyvaszból, az pedig egy, az a címe, hogy Procession to Calvary, és ez a játék az, amiről nem hallottam soha, ever, miközben állítólag egy spirituális folytatása, egy korábbi játéknak, ami ugyanez, ugyanerre épül, és már kim van május óta, vagy április óta Steam-en. Most csak ps 4 érkezik. Doom Nem. Az a... Ja, hogy mi? Ez is májusban jelent meg, ez a Doom eternal a spirituális folytatása? Nem, 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 nem. Ez egy olyan játék, ami egy kalandjáték, ilyen kattingatós kalandjáték, point and click, és az egész reneszánsz festményeken játszódik. Hoppá. Hoppá. <laughs> és úgy kell mint a Monty Pythonnak ezeket, ezeket a reneszánsz festményes, középkori festményes kis inzertjeit. Ugyanez, abszurd humor, um, és, ennek volt egy trélere most, PS4-re, és én azonnal fel is raktam ezt, meg az elődjét is a, a Steam wishlistemre. Teljesen őrületnek tűnik az a játék. Na így, hogy elmesélted a koncepcióját, már most sokkal jobban érdekel, mint James McAvoy megjelenése a 12 ben Nem megjelenés, hogy egy főszereplő. Whatever. Same difference. Te jössz, te miket írtál ki magadtól ebből a, gamescom Gamescomról? Mi az, ami meg hát az érdeklődésemet? Voltak gondolataim a Doom Eternal-ről és a Medal of wow. is. Sajátok? Igen. Hűha? Hát azért jár a csoki. Hát minimum. <laughs> szóval semmi ezen túl, semmi extra. De nem követtem annyira a Gamescomot, belőttem egyébként a YouTube streamet, csak aztán elkezdtünk Vermintide kettőzni, és a, mikor kiírtam a játékból, akkor vettem észre, hogy még van mindig megy a Gamescom. <laughs> Úgyhogy Gamescom sose egyébként a hatalmas bejelentéseiről volt híres, nem is az a profilja. Elvétve vannak azért jó hírek, most is volt pár, de. De semmi nagy volt. Semmi extra, nem is baj. Most de ez, ez most így pont elég egyébként. No. Múlt héten is voltak nagy hírek, jövő héten is lesznek nagy hírek, úgyhogy meg kell becsülni ezeket is. Lesznek jövő héten nagy hírek? Igen. Mit tudsz, amit én nem. Szeptember 1 lesz a. Szeptember esén leplezi le az NVIDIA az új kártyáit. Ó, oh, wow! Videókártyáit. Akkor erre majd beszélsz jövő hétem. Igen. Oké, okay. akkor ez egy hardveres beszélgetés lesz. Egy téma hardveres lesz. Nem lesz valószínűleg nagyon hosszú. Oké. Okay. Jó van, hát akkor ennyi volt ez a, ez a mai uh, nem hardveres beszélgetés. Mindegyik játékot várjuk szeretettel, kiadva vár, a minicet, az rohadjon meg ott, ahol nem van. Nem is igaz. meg... Nagyon várjuk szeretettel, a Bridge Constructor Walking Dead az, az. Am, az ami, ami nem kerülhet fel most a várólistára. Ennyi. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Hello.